Tavaly az elmúlt 9 év leggyengébb mutatóit hozta a hazai ingatlanpiac. A tranzakciók száma nem érte el a 100 000-et. Sokkal kevesebben mertek belevágni lakás vagy ház vásárlásába, mint korábban. 2024 azonban pozitív fordulatot hozhat és növekedési pályára állhat a piac, legalábbis erre számítanak az ingatlan szakértők. A kormányzati intézkedések, a kedvező hitelfelvételi lehetőségek, amikkel a családok otthon teremtését támogatják, köztük a CSOK Plusz segítheti, hogy bátrabbak legyenek a szülők, és belevágjanak a lakás vagy házvásárlásba. Az előzetes igényfelmérés alapján idén akár 130 000 adásvétel is lehet. Az árakban csökkenés nem várható, sőt, egyes régiókban tovább emelkedhetnek a lakásárak. 2 hét múlva ismét véradás lesz Cegléden, a Toldi Ferenc kórház területén. Február 7-én várják azokat, akik segíteni szeretnének. Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri, hogy aki csak teheti, nyújtsa a karját. A meglévő hazai vérkészletet folyamatosan pótolni kell. Szerencsére egyre több cég csatlakozik, és egy-egy napon otthont ad véradásnak. Ez nagyon fontos példamutatás, és remélik, minél több vállalatot ösztökélhetnek a véradás segítésére, hiszen így a dolgozók is helyben nyújthatják karjukat, közölte a Magyar Vöröskereszt.